De ez egy új rendezvény, ugye ilyen még nem volt. A politikai intézményrendszer legfontosabb pillérei közül kettő is a látványos megújulás kapujához érkezett. Az államfői tisztség is, meg a kormányzás is. Az államfői őrségváltás szokatlanul látványosan sikeredett, pedig az áder mögött hagyott évtized tényleges teljesítménye alig ha indokolta volna ezt a hősies pátoszt. De ennél még látványosabb álnép ünnepély lett Novák Katalin hivatalba lépése. Az igazi kérdés, hogy mit és kit ünnepeltek ezúttal ilyen világra szóló csinnadrattával. Személy szerint Novák Katalint biztosan nem. A köztársaságot sem, hiszen éppen a Fidesz gondoskodott arról, hogy se a köztársaság, se pedig az elnöke ne lehessen túl komolyan vehető hatalmi tényező. A NER a 12 éve alatt nem tudott olyan alkalmat találni, ahol igazán ünnepelhette volna önmagát. A készen kapott történelmi ünnepeket még nem tudta teljesen a maga ideológiai világképéhez idomítani. Ezért lett alkalmas ez az esemény a hatalmi önmutogatásra. Tessék, ez a pozíció is a miénk, azt ültetünk bele, akit csak akarunk. A köztársasági elnök dekorációs jellegű hatalmi státusszá egyszerűsödött. Ezért kell felerősíteni a külsőségeket. Ha már nincs értelmezhető munka a falakon belül, legalább a csinnadratta legyen hatalmas körülötte. Ez ugyanaz a gics, mint a 2010 nyarán kiadott nemzeti együttműködés nyilatkozata. Meg kell örökíteni a Fidesz kivételes történelmi küldetését és a semmihez sem hasonlítható jelentőségét. A nemzeti együttműködés nyilatkozata. Az új kabinetben vannak olyan nevek, akikről az érdeklődő közvélemény eddig nem sokat, az elemzők annál többet tudtak. Szalai Bobrovicki, Csák János és Nagy Márton a Fidesz informális gazdasági hatalmának kiemelkedő jelentőségű játékosai. Az elmúlt 24 év során alig volt arra példa, hogy Orbán Viktor a háttérben meghatározó kulcsembereket kitette volna a napra, és a kormányzati tűzvonal első soraiba vetette volna be őket. Ez a mostani névsor azt mutatja, hogy az 5. Orbán kabinet mindenek előtt gazdasági válságkezelésre készül fel, amire amúgy minden okuk meg is van. A kabinet tagjainak nagyjából a fele közvetlenül gazdasági, gazdaságpolitikai feladatokkal fog bajlódni. Visszakerül két erős ember, Navracsics és Lázár, ami szokatlanul erős és hatékony kormányzás árnyékát vetíti elő. Rogán Antalnak pedig minden korábbihoz képest is nagyobb befolyása lesz a leendő kabinet munkájában. Today we are addressing our dependency on Russian oil, and let's be clear, it will not be easy, because some member states are strongly dependent on Russian oil, but we simply have to do it. A hét elején váratlanul megjelent Budapesten Ursula von der Leyen, és megpróbálta Orbán Viktort rávenni arra, hogy támogassa ő is az oroszok elleni következő embargós csomagot. Azt, amellyel az Unió fokozatosan megszüntetné a kontinens energiafüggőségét az orosz gáz- és olajforrásoktól. Talán, ahogy más országoknak, úgy Magyarországnak is lépéseket kellene tennie végre azért, hogy ezen a kiszolgáltatott helyzetén érdemben változtasson. Az is lehet, hogy a Fidesz egyik szent tehenétől, a rezsicsökkentéstől az idei évben majd búcsút kell vennünk. Egyéb iránt a véget nem érő orosz invázió, amúgy is egészen váratlan és megdöbbentően jelentős következményeket produkált ezen a héten is. A héten a finnek és a svédek is bejelentették a NATO-hoz való csatlakozási igényeiket, ami a kontinensen sok évtizede meghonosodott erőviszonyokban jelentős változás lenne, amire legfeljebb a legnagyobb krízisek után szokott példa lenni. Orbán Viktor a maga Facebook oldalára feltett egy kicsinke kis filmecskét.
egyetlen percnyi összegzést arról, ahogyan ő megélte Novák Katalin ünnepélyes beiktatását. Nos, az egy perc során az ünnepelt hölgy a legelején egy rövid pillanatra meg is jelenik. Majd utána összesen 33 alkalommal azt láthatjuk, ahogyan Orbán Viktort ünnepli az ő népe. És azt hiszem, ez az áradó, mindent felülmúló szeretet hullám mindenki számára gyógyír, és a jó hír.